napom, boldog születésnapom. Apád húzza a fülcimpádat, anyád könnyen bőrig elászad. A mögötted már annyi meg annyi, azt már ott is kellene hagyni. Boldog születésnapom! Rokon barát, körbe-körbe, rád néz, mint egy körbe tükörbe. Nyugdíjas klub megalakulásának 30. évfordulóját ünnepeljük a mai délutánon és az estén. Tisztelettel átadom a szót Szabó Károly klubvezetőnek, akivel most együtt köszöntjük városunk és járásunk vezetőit, a járásban működő klubok irányítóit és szereplőit. Tisztelettel köszöntöm Cervány György államtitkár urat, országgyűlési képviselőt, aki megtisztelte előttével és eljöttözünk. Egyébként el kell, hogy mondjam, hogy ez nem rendhagyó, szinte valamennyi fontosabb rendezvényükön Cervány úr itt van. Tisztelettel köszöntöm Dornet Gábor polgármester urat, aki egyébként ennek a rendezvénynek a fővédnöke, sokat köszönhetünk neki. Köszöntöm Tarna Völgyinyi dr. Tényi Ágnes hivatalvezetőt, Agóz Pál alpolgármester urat, Magó János és feleségét Marcsit kiemelt támogatónkat, Gyüre Pál igazgató urat, Molnár István képviselő urat, ide várjuk, később fog megérkezni Bublos István vállalkozó képviselő úr, szeretettel köszöntöm Horváthné Nemes Marikát, ő már szolgálati helyében már dolgozik. Akantisz Miklós igazgató urat, akit azért is nagy örömmel köszöntök, mert majd még a köszöntőmben később az édesapjára is vissza fogunk emlékezni. Czakó Sándorné Ritát, aki nélkül szinte kulturális rendezvény nem létezik Nagykátán. Köszönöm. Vámos László urat, a Tápióment a táncegyüttes vezetőjét és kedves feleségét, dr. Botka Klára főorvosasszony és kedves férjét, Kérincs doktort. Hát itt lenne, de sajnos szolgálati teendői távol tartják Tótné Botka Judit, aki szintén nagy támogatója a klubunknak. Arról már nem is beszélek, hogy ugyanilyen nagy, fontos támogatója a Tóth István alpolgármester úr, de őt is elszólította más fontos tenyőt. Tisztelettel köszöntöm Farsung Istvánt és kedves feleségét, támogatókat, Kármán Tibort és feleségét, támogatókat, Szabó János vállalkozó szökésben van, de ettől támogat bennünket. Kis Lászlót és kedves feleségét, a Galéria Nyomtatvány tulajdonosait. Martó Ferenc képviselő urat. Illetve, bocsánat. Lászlót, igen, igen. Mert hogy Martóból van nekünk Ferenc is, az is nagy támogatunk, a György Virág. Virágból tulajdonosai. Szolkai Marci barátunk később fog megérkezni, de őt is tisztelettel köszöntöm. És talán egy kicsit rendhagyó módon, de ma itt nagy örömmel köszöntöttük volna körünkben Szolkai Gáspárnét, aki időközben eltávozott közülünk. 30 évig folyamatosan a klub minden eseményén, rendezvényén a főzőkanál mellett ott volt, és
segített a munkánkat. Én mindenkit szeretettel köszöntök még egyszer. És akkor én is szeretnék még külön köszönteni azokat a klubokat, akik eljöttek és megtisztelték a rendezvényünket vezetőjükkel, nyilván a klubtagokat és most a vezetőket is szeretnénk külön. Szegedi Tibor, Farmosról. Lénát Józsefné, Kókáról. Kis Istvánné, Sűrsákról. Szabó Kálmánné, Szent Lőrinc Kátáról. Csikós Henrietta, Tápióvicskéről, Meggyes Sándorné, Tápió Györgyéről, Macó Sándor, Tápióságról, Walter János, Tápió Szecsőről, Wagner Árpádné, Tápió Szecsőről, Boros Istvánné, Tápió Szeléről, Majoros Katalin, Tápió Szentmártonról, Bezzeg Andrásné, Tápió Szőlősről, Palkó Sándorné, Tóalmásról, Kállai Lászlóné, Újszilvásról, Szabó Imréné, Uriból. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelik a rendezvényünket. És most megkérem a klub vezetőjét, Szabó Károlyt, ismertesse a vendégekkel a megalakulástól eltelt évek főbb célkitűzéseit, megvalósulásuknak tartalmát és a jövőre mutató terveket. Köszönöm szépen. Készültem 18 gépelt oldalt van. Na nem, igyekszelek el benneteket, ennél sokkal rövidebb leszek. Tisztelt jelenlévők, kedves ünneplő közösség! Jó napot, tartalmas délután és szép estét kívánva köszöntelek benneteket. A Katica Nyugdíjas Klub ma ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját, és köszönöm, hogy eljöttetek a gálára. Jelenlétetekkel megtisztelitek a klubot, ezzel is segítetek ünnepélyesebbé, meghittebbé tenni megemlékezésünket. Kérem a jelenlévő vezetőket, hogy tolmácsolják köszönetünket, adják át üdvözletünket az általuk vezetett szervezet tagjainak. Hölgyeim és uraim! Ma itt, a már köszöntetteken túl, annyi nagyszerű és értékes ember gyűlt össze, hogyha egyenként kellene személyesen köszöntenem titeket, az önmagában is kitölteni a műsoridőt. Ezért engedjétek meg, hogy azt mondjam, Isten hozott benneteket. Sokat gondolkoztam azon, hogy ma miről beszéljek nektek. Végül úgy döntöttem, hogy a megalakulástól, 1988. február 1-től napjainkig vezetett klubnapló első bejegyzését fogom felolvasni csorbítatlan formában. A bejegyzés címe így kezdődött. 1988. február 1. 16 óra. 1988 év januárjában a nagykátai Bartók Béla művelődési ház dolgozóinak, Apró Mária népművelőnek és Szegedi Pál igazgatónak az a merész ötlete támadt, hogy megpróbálják összevonni a nyugdíjasokat, mivel az előzőleg működő nyugdíjas klub elsorvadt, azaz megszűnt létezni. A művelődési ház vezetőit arra a gondolatra serkentette a régi klub megszűnése, hogy nem szabad nyugdíjas klub nélkül hagyni a településünket, hiszen itt-ott felvetődtek gondolatok ebben az irányban a lakosság nyugdíjasai részéről. Éppen ezért február 1-én 10 órára nyugdíjas találkozót hoztak össze a művelődési házban. Meglepetésre elég szép számmal jelentek meg a nyugdíjas társak. Szegedi Pál igazgató a nyugdíjasokat üdvözölve átadta a szót Apró Mária népművelőnek, aki elmondta a művelődési ház erre vonatkozó tervét, javaslatait, a rendezvényekre, a tagsági díjra és a látogatási időpontokra. A tagsági díj havi 20 forintban lett megállapítva, amit a nyugdíjasok elfogadtak. A találkozón részt vett Berényi György, községünk Hazafias Népfrontjának a titkára is, hozzászólásaikban nyugdíjasaik egy része keveselte a klubhelység látogatás idejét, a hétfői napokat. Voltak, akik külön állandóan látogatható helységet kértek. A válaszok után Apró Mária művelődésszervező elmondta, hogy három
főti jelöltek vezetőnek, név szerint Urbán György, Miró Béláné és Farkas Jánosné nyugdíjasokat. Urbán György a vezetést nem fogadta el, mivel már kettő helyen is végzett társadalmi munkát. Férfiak igen kevesen voltak, közülük senki sem vállalta a vezetést. Urbán György ígéretet tett, hogy szabad idejéhez mérten be fog majd segíteni. A jelenlévő nyugdíjasok egyhangulag Miló Bélánét és Farkas Jánosnét választották meg vezetőnek. Dióhéjban összefoglalva így zajlott le az első nyugdíjas találkozó a művelődési házban, bízva, reménykedve, hogy ezt az elsőt a többi is követi. Eddig tartott az idézet. Ezt 30 évvel ezelőtt fogalmazták meg. Azóta eltelt 30 év, és köszönet illeti a megválasztott klubvezetőket, Miló Bélánét, Nagy Mennyhértnét, Takács Istvánnét, valamint Varró János klubának helyettesnek, hogy sikerre halmozva vezették eddig a klubot. Itt szeretném elmondani, hogy külön fogjuk köszönteni majd az alapító klubtagokat, illetve vezetőket, tehát nem maradtak ki a köszöntésből. Csak gondoltuk, hogy ez sokkal nagyobb horderő esemény, mint nem, hogy le tudjuk egy köszöntéssel. De köszönet illeti Akantisz Marcell tanácsánököt, Boldogi Györgyné, Kovács János és Dolnár Gábor polgármestereket és a mindenkori képviselőtestületet is, akiknek támogatása nélkül sokkal nehezebb lett volna a klub élete. Természetesen széleskörű társadalmi támogatás és magánszemélyek, vállalkozók támogatása nélkül nem lehetett volna kitűzött célokat elérni. Ahhoz, hogy a klub, illetve annak amatőr művészeti csoportjai a város és a térség jelentős kulturális tényezőjévé váljon, az az önzetlen, jó értelembe vett megszállottság, elkötelezettség kellett, melyet Szalaini apró Marika, a klub vezető művészeti vezetője, és Horváthné Nemes Mária művészeti vezető a mai napig is szervezi, támogatja a klubunkat. Csak három szóval tudom hálánkat, köszönetünket kifejezni. Köszönjük! 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 Végezetül néhány jellemző adat az elmúlt 30 évről. 780 klubnap, 82 saját rendezésű bál, 39 színházlátogatás, 170 fellépés az országon belül és azon kívül is, 49 ezer fotófelvétel, 415 óra videófelvétel, mely a klub életének egy-egy eseményét teszi elérhetővé az utókor számára. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! 30 évvel ezelőtt a klub mindegy 40 fővel alakult meg, azóta létszáma folyamatosan 110-140 fő között mozog. Azok száma, akik klubtagként megfordultak a klubban, közelíti, ha meg nem haladja az 1000 főt. Ma, amikor ünneplünk, meg kell emlékeznünk azokról is, akik bár részesei voltak sikereinknek, őnélkülük nem lehetett volna teljes a siker, de már nem lehetnek közöttünk, mert az elmúlt 3 évtized alatt eltávoztak közülünk, elhunytak. Számuk már a sajnos jóval meghaladta a 100 főt. Ők a klub és a mi emlékezetünkben örökké élni fognak, amíg csak élünk. Úgy illik, és úgy tisztességes, hogy róluk is megemlékezzünk, és ez a műsor az ő tiszteletükért is szóljon. Kedves közönség, megkérlek benneteket, álljunk föl, tisztelegjünk az elhunyt klubtársaink emléke előtt, gyújtsunk gyertyát itt a színpad előtt, és mi többiek pedig a szívünkben gyújtsunk melegvágyat. Miközben meghallgatjuk Demjén Ferenc egyik legszívhez szóló emlékező dalát, a gyertyákat. Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben, kiknek őrizgetjük szellemét, mindazokért egy-egy gyertya égen.
akik elzárkóztak a jótól, akik nincsenek itt, nem is értenének a szóból, aki barát, de lehet még ellened is, mindazokért egy-egy gyertya Köszönöm szépen, foglaljátok helyet. És most, ha megengeditek, átadom a szót Nagykátaváros egyik, hanem a legjobb műsorvezetőjének, Ritának. Rita, tiéd a szó. Jó szórakozást kívánok! Ünnepi műsorunkat a Palottás táncszámmal szeretnénk kezdeni. Olyan megnyitó szám ez, amit már a 19. században a nemesség is táncolt méltóság teljesen, ami később társas táncá vált. A csapat szívesen mutatja be ünnepi alkalmakkor. Fogadjuk szeretettel! Thank you.
felkérem Dorner Gábor urat, városunk polgármesterét, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm Cerván György államtitkár urat, ünnepelteket, Katica Nyugdíjas Klub vezetőjét, Szabó Károly urat, klub tagjait és minden meghívott kedves vendéget. Igazán nagy öröm számomra, hogy részese lehetek ennek az ünnepi alkalomnak, hiszen egy egyesület életében 30 év, rendkívül nagy idő, éppen ezért különleges ez a megemlékezés. Mennyi minden történt ez alatt a 30 év alatt, több mint negyed század az, ami ideköti a klubtagokat. Sok-sok szép emlék, örömteli gazdag órák, azok a társak, barátok, akikkel jó együtt lenni. A klub alapítói jól ismerhették azt a mondást, amely szerint az öregség valójában nem az élet vége, hanem sokkal inkább a koronája. Milyen jó visszagondolni arra, hogy 30 évvel ezelőtt voltak, akik úgy érezték, hogy nyugdíjas korukkal életünknek eljött az a szakasza, amikor lecsendesülés, pihenés időszaka kezdődik. De ott volt bennük az az érzés is, hogy nem jó kiszakadni az aktív társadalomból, hogy kell, hogy legyen egy közösségük, ahol együtt lehetnek. Mert a közösségben, ha kialakul a szeretet, ha élővé tudják tenni, jó programokat szervezve, akkor abban sok öröm lesz, és sok jó kedv. A klub alapítójé volt a feladat, hogy megtöltsék igényes tartalommal ezen közösség mindennapjait. Engedjék meg nekem, hogy név szerint is felsoroljam azokat, akik ezt a nagy munkát felvállalták, és vállalják ma is. Klub vezetői voltak Miló Béláné 1988-tól 1990-ig, Nagy Mennyértné 1990-től 2007-ig, Takács Istvánné 2007-től 2009-ig, Nagy Mennyértné 2009-től 2011-ig, és természetesen Szabó Károly, aki 2011 óta végzi ezt az önként vállalt munkát. A klub megalakításának ötletgazdája Szalainé Apró Mária volt, aki az alakulás megszervezését is magára vállalta. Ehhez hozzájárult és nagy mértékben segítette munkájukat Szegedi Pál, akkori művelődési házigazgató. A klub megalakulása óta Nagykáta, illetve a térség egyik legnagyobb létszámú aktív civil szervezetévé nőtte ki magát, létszáma 120-160 fő között mozog. Rendszeres klub életet él, minden második hét hétfőjén tartja összejöveteleit, rendezvényeit. Kiegyensúlyozott, harmonikus, családi jellegű klub élet biztosítja a klubtagok közötti kapcsolatok elmélyítését, mindennapi gondjaik enyhítését, problémáik kezelését, egymás kölcsönös segítését. A klub élen jár a magyar népi, nemzeti kultúra hagyományainak, értékeinek megőrzésében, ápolásában. A klub aktív, rendszeres résztvevője a város, a térség, a megyek közéletének,
közösségi, kulturális rendezvényeinek, ünnepségeinek, eseményeinek. Dobogós helyezéseket ír el a vetélkedőkön, kiveszi a részét a városban rendezett közösségi mozgalmakból, akciókból. A klubnak kölcsönösen jó a kapcsolata a város, a térség civil szervezeteivel. A klub által szervezett programok, rendezvények, fórumok, bálok ma már a város egészét érintő közösségi, közéleti eseményekké váltak. Minden fontosabb eseményen jelen van, azokról gyors és hiteles tájékoztatást ad, dokumentumok, fotók, videók közzétételével, saját közérdeklődésre is számot tartó honlapján, az internet közösségi oldalain is. A klub a városi, a tápiómenti nyugdíjas szervezetek összefogásának, együttműködésének egyik motorja, szervezője. A meglévő hagyományok megóvásán, ápolásán túl külön hagyományt is teremtett. Az idén markált a város önkormányzata és a választókerület országgyűlési képviselője védnökségével, támogatásával immár ötödször rendezi meg a nagykátai nyugdíjas találkozó és főzőverseny. A klub szerepléseivel, programjaival méltán vívja ki, öregbíti, gyarapítja Nagykáta város hírnevét, tekintélyét. Ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni, hogy a mindenkori önkormányzat jó szívvel segítette és támogatta a klub működését. Munkájuk és törekvéseik elismeréseként a város képviselőtestülete 2016. március 15-én a klubot Pro Urbe díjba részesítette. Kedves katicások! Az évfordulók az idő múlásának is a jelei. Merengünk a múlton, gondolunk a jövőre. Mennyi van még hátra? Mindegy, mennyi van. Csak tudjál örülni a múltnak, és éld a jelent. Éld, és mindig keresd meg az apró örömöket. És ez a tanács nem csak önöknek szól, kedves klubtagok, hanem valamennyiünknek. Szeretettel kívánok életük mindennapjára még sok szépet és jót. Kívánom, hogy legyenek vidámok, boldogok és elégedettek. Kívánom azt is, hogy maradjon meg az önök között az az egymás iránti tisztelet és szeretet, amely most sugárzik az arcukról. Befejezésül engedjék meg nekem, hogy Tóth Ervin gondolataival kívánjok a Katica Nyugdíjas Klub valamennyi tagjának nagyon jó egészséget és még nagyon sok együtt töltött éveket. Az öreg kút csendesen adja vizét. Így telik minden napja. Áldott élet ez. Fontolgatom. Csak adni, adni minden napon. Ilyen úttá kellene lennem. Csak adni teljes életemben. Csak adni terhet is jelenthet. Jó út. Nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog. Hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom, frissen, vidáman és szabadon. Kedves közönségünk, Kalla József nyugalmazott tanár urat szeretném most felkonferálni, aki a klub oszlopos tagja. Előadásában a nyugdíjas életről hallunk ismertetőt. Kedves,
humoros történetét ne vegyük célzásnak. Jó szórakozást kívánok! Arany János, epilógus. Az életet már megjártam. Többnyire csak gyalog jártam. Gyalog bizony, legfőlebb, ha omnibuszon. Láttam sok kevés fogatot, fényes tengelyt, cifra bakot, s egy a lelkem soha meg se irigyeltem. Nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifra nővel, hogy áll orra az út szélén baktatóra. Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, s bevert sárral, nem töröltem. Félreálltam, s letöröltem. Hiszen az út félen itt-ott egy kis virág nekem nyitott, azt leszedve, meg volt szívem minden kedve. Az életet én megjártam. Nem azt adott, amit vártam. Néha többet, kérve, kelve, kevesebbet. Ad a címet, bár nem kértem, s több a hírnév, mint az érdem. Nagyra vágyva, bételt volna kedlem vágya. Kik hiúnak és kevének, tudom, boldognak is vélnek, s boldogságot irigy nélkül még kilátott. Bárha engem titkos métej, fölemészt az örök kétej, s pályám bére, égető, mint Nessus vére. Mély temérdek munka várt még, s mi kevés, amit beválték félbe-szerbe, s hány reményem hagyott cserbe. Az életet már megjártam. Mit szívembe vágyva zártam, azt nem hozta, attól makacsul megfoszta. Egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat, kértem kérve, s ő halasztá évről évre. Csöndes fészket, zöld lomb árnyán, hová múzsám elelvárnám, mely sajátom, benne én és kis családom. Munkás, vidám örességet, holmit kezdtem, abban véget. Ennyi volt csak, s hogy megint ültessek, olcsak. Most, ha adná is, már késő. Egy nyugalom vár, a végső. Mert hogy szálljon, bár kalitja már kinyitva, rabmadár is szeget szálljon. Köszönjük szépen! Felkérem Fermán György urat, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárát, a 9-es számú választókerület országgyűlési képviselőjét köszöntőjének megtartására. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, és természetesen Isten éltesse a 30 éves születésnapos Katica nyugdíjas klubot. Köszönöm szépen a meghívást a Károlynak, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagy érdeklődéssel hallgattam a Károlynak, a elnök úrnak a visszatekintését, illetve a polgármester úr is ugye a múltat is érintette, és ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy honnan indultunk, honnan indult el ez a nyugdíjas klub, ami ezt a szép jubileumot, ezt a 30 évet megérhette, és gratulálok Szegedi Pálnak, illetve az apró Marikának is, akik a kezdeményezés, az alapítás kezdeményezői voltak, és örülök, hogy itt vannak most is a körünkben. Én nem is tudom, én 20 év vagyok országgyűlési képviselő, ezt tudom, de hogy mikor találkoztam először a Nagykátai nyugdíjasokkal,
Hát, kutatok az emlékeimbe. Az biztos, hogy már az Isza néni volt a nyugdíjas klub vezető, az évszámok stimmelnek, most itt leellenőriztem fejbe. De meg kell mondanom őszintén, hogy ha most az utcán megkérdeznék, hogy ismerem-e a nagy Menyhértnét, akkor nem biztos, hogy rávágtam volna, hogy igen, már 20 éve ismerem, mert ő az Isza néni. Tehát mindenki így ismeri, azt hiszem, és akkor utána, ha jól emlékszem, jött a Kati, és akkor volt olyan, amikor annak én itt voltam, hogy azért Katica nyugdíjas klub, mert Katica egybeolvasva. És ugye néhány éve pedig már a Károly vezeti ezt a klubot, ami ritkaság számba ment, bár most már hallom, hogy van jó néhány férfi klubvezető itt a Nagykátai járásban, így a jó az férfiak, nők együtt összefogva. És én nagyon örülök annak, célzott rá Dornár Gábor barátom, hogy több térségi rendezvény az, ami itt zajlik a Nagykátai járáson belül, meg azon kívül is. Én mindig is híve voltam az összefogásnak, és én azért is támogatom ezeket a rendezvényeket, mert végül is összetartozunk, egy közösséget alkotunk itt a Tápjó mentén, és én remélem, hogy a jövőben is egy összetartó közösség lesz a nyugdíjasoknak a közössége. Bár ugye én nem régen, pont egy hónappal ezelőtt szerveztem egy választókerületi bulit, ha szabad így fogalmaznom, és én nagyon köszönöm, hogy nagyon sokan eljöttek és megtisztelték ezt a rendezvényt. Én remélem, hogy jól érezték magukat, azt hiszem, hogy jól sikerült, mert a visszhangja az olyan volt, hogy kaptam hideget, meleget, hogy mit csináltam a nyugdíjasokkal. Én csak a hálámat és a szeretetemet szerettem volna kifejezni, mint ahogy most is ezt teszem. És hát ennyi költői túlzás, hogy csak 4 évente fontosak a nyugdíjasok a számomra, a számunkra. A jelenlegiek nagyon jól tudják, hogy amikor csak tehetem, ezen közösségi rendezvényeken ott vagyok, ott voltam, és a jövőben is az a tervem, hogy ott leszek majd, és amivel tudok majd segíteni fogok, mint ahogy eddig is próbáltam ezt tenni. Ha jól emlékszem, a Karcsitól 3 percet kaptam, nagyon helyesen, mert mégiscsak kampányidőszak van, és egy politikus ilyenkor mikrofon közelbe engedni, az nagyon veszélyes. De azért annyit hagyd mondjak, hogy szeretném megköszönni azt a sok támogatást, amit az ajánlások során kaptam. Ugye most már lehet látni a villanyosztopon lógok, nem úgy, hogy sokan, vagy néhányan szeretnének látni, hanem máshogy, és most már hivatalosan is előtt vagyok. Én úgy gondolom, hogy 20 év után is van még tennivalóm, van még mondanivalóm ennek a közösségnek, akit képviseletek, ez nagyon nagy megtiszteltetés, és tudom, hogy a nyugdíjasokra mindig is számíthattam, és azt tudom mondani a jövőben is, önök is számíthatnak rám. Én a mai rendezvényhez nagyon jó szórakozást kívánok, tartalmas együttlétet mindenkinek. Isten éltesse még egyszer a 30 éves Katicákat. Köszönjük szépen. És akkor Karcsi, megkérlek, hogy a mikrofont. Igen, köszönöm. Örökséget hagyni a következő nemzedéknek. Legjobban illik ez a mondat tartalma a következő percekben látható Horgosi Csárdás című tánchoz. A tánccsoport életében ez a szám adta az alapot az elmúlt 30 év során egymást váltó tagoknak. Az évek folyamán szinte gyöngyszemmé csiszolódott. A tánccsoport művészeti vezetője Szalainé Apró Mária, fogadják szeretettel.
másként kelt reggel a nap, és másként járok volt. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, és ajándékul fogad el vidám kis dalom. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Köszöntünk